sziasztok! Üdvözlök mindenkit újból itt a csatornámon. A mai videóban egy vendéget hoztam nektek, aki most mindjárt be is mutatkozik. Kérlek, mondd el nekünk, hogy hívnak, mivel foglalkozol és miért is vagy itt ma. Sziasztok! Bács Ági vagyok, egyetemista és a Vegan Cakes and Desserts megalkotója, amit Instagramon tudtok megnézni. Azért vagyok itt, mert hoztam egy süteménycsomagot Paulának, amit most meg fogunk kóstolni, fogunk beszélni a vegánságról, a vegán süteményekről, és közben kávézgatunk egyet. Így van. Szóval ilyen coffee and talk videó is. A videó elején el szeretnénk mondani, vagyis inkább Ági beszélne arról, hogy mi is maga az a veganizmus, és mik azok az okok, amiért egyes emberek ezt az életmódot követhetik. A veganizmus az lényegében egy olyan életmódbeli irányzat, ami kizárja az állatoknak a bármiféle kihasználását, és ez nem csak az étkezésben nyilvánulhat meg, persze ugye étkezésben is teljesen adnak mindenféle állati értékű dolgot, mint például a hús, a tejtermékek, a tojás, ugye a hal is, mert a vegetáriánusok esznek halat, a vegánok nem, de ugye ez nem csak az étkezésben nyilvánul meg, hanem például ruházkodásban is, hogy valaki nem vesz állati bőrből készült mondjuk táskákat, vagy állati szőlőből készült kabátot, valamint a kozmetikumokban is megnyilvánulhat, hogy egyre többet látunk olyan kozmetikumot, ami hogy vegán, és akkor mégis miért vegán? Például, hogy állatkísérlettől mentes. Ugye az oka, hogy valaki vegán életmódra tér át, az lehet egészségügyi ok, például a vegán étkezés nagyon sok betegséget meg tud előzni, szív- és érrendszeri betegségeket, kettes típusú cukorbetegséget, valamint az egyes típusú rákfajtáknak a kialakulásának a kockázatát is csökkenti. Vagy lehetnek például környezetvédelmi okai is, mivel azt tudományosan kimutatták, hogy aki a vegán életmódban él, az ökológiai lábnyomát akár 73%-kal is csökkenteni tudja. Szóval ezek nagyon fontos tényezők, és én csak azt tudom ajánlani, hogyha nem teljesen, de egy kis részt rátérhettek a veganizmusra, és foglalkozhattok vele kicsit bővebben. Szóval elmondod nekünk az okait, hogy miért lát valaki vegán, és hogy miért segíti ez az egészséges életmódot. Azonban most azt is szeretném tudni, és gondolom a nézők is nagyon kíváncsiak rá, hogy te mióta foglalkozol vegánsággal, és igazából mi az, ami ösztönzött arra, hogy ezt az életmódot folytasd? Hát én körülbelül 6 éve kacsingatok a vegánsággal, amikor kint voltam Veszprémbe kollégiumban, akkor az ottani barátnőimmel gondolkodtunk ezen, hogy milyen lenne ezt kipróbálni. Hát és utána körülbelül egy 4 éve rendszeresen szoktam sportolni, ilyen jóga szinte mindennapos, vagy kardió, pilates, biciklizés, rengeteget sétálok, és gondolom ezt neked nem kell mondani, hogy azzal, hogy te sportolsz valamit, vagy mozogsz valamit, együtt jár az is, hogy úgy érzed, hogy másként is kell étkezned. Szóval, igen, szóval fogadjátok meg az ő tanácsát. Hogy úgy érzed, hogy egészségesebb, egy egészségtudat kialakul benned, és hát őszintén, amikor még csak kezdőlegesen főztünk ilyen vegán kajákat, az abból állt, hogy főtt rizs, főtt tészta, natúrba, esetleg is tök magolajat, de hozzátenném, hogy tök magolajnak tényleg finom íze volt, de még nem nagyon tudtuk, hogy miket lehet ilyen vegánként étkezni, enni, de ez a 6 év tényleg megtanított arra, hogy rengeteget tanultam, rengeteg új receptet, kísérletek, próbálkozás, és hát így jutottam el idáig. Szóval igazából arra mutatott most rá, arra világított rá, hogy rengeteg variációja van a vegánságnak, és nem csak a rizsen és a tésztán tudtok élni, hanem számos másfajta lehetőség is van ebben az étkezésben. Szóval így a bevezetés lezárásaképp még megkérdezném, hogy mik azok a dolgok, ételek tulajdonképpen, amiket te ajánlasz egy kezdő vegán étkezőnek, amit mindenképpen azt tanácsolod, hogy próbáljon ki, és ami igazából rosszat nem csinál a szervezetével. Hát, hogy én miket szoktam enni, az nagyjából minden reggel zakkásat, tehát imádom zakkásat, mindenféle fajta verziójában. Rengeteg turmixot szoktam inni, úgyhogy tényleg mindent belepakolok a spenóttól kezdve mindent, de a spenótnak tényleg nem érződik rajta az íze, szóval nagyon, nagyon finom turmixokat ki lehet hozni. Akkor rengeteg leveszt szoktam enni, krémleveseket, borsó, édes burgonya, sima zöldségleveseket,
rengeteg ilyen, nagyon szeretem a ragukat, ilyen őszi-téli meleg ételek, ilyen csilis bab, ugye hús nélkül is elkészítve nagyon finom, akkor csicseri borsó, zöld borsó, lencse, meg esetekben nagyon sok a fehérje is egyébként. Ezt szoktam enni köretként, rizsnák, rengeteg tésztát szoktam enni, gomba, cukkini, paradicsom, ilyen ragukat szoktam csinálni, és akkor azt összekeverem a tésztával, például is egy nagyon finom étel tud lenni. Ugye sok salátát szoktam enni, vagy ilyen frissen pésett gyümölcsleveket, de azokat inkább reggel ilyen édes szájú vagyok, utána pedig az ilyen sósabbakat szoktam kívánni. És egyébként vegán módon is elkészíthető, vagy vegetáriánus módon is a pizza, a hamburger, vannak ilyen zöldségpogácsák, azok is nagyon finomak tudnak lenni, úgyhogy ezeket ajánlom, hogy sok receptnek néznek utána, mert én is tényleg nagyon sokat kutattam, és rá lehet találni a dolgokra. És vegán sütemények is vannak, mint tudjátok most, ő azért van itt velem, mert hozott nekem sütiket, amiket már a videó elején bizonyára láttatok, és ezekről szeretnénk most beszélni, ezeket szeretném megpróbálni, és én elmondani a véleményemet, hogy igazából érezhető-e az rajta, hogy ez nem tejből készült termék, és magyarul mondva vegán terméket ezek. Úgyhogy szerintem akkor vágjunk is vele a videónak abban. Szeretném tőled kérdezni, hogy honnan jött az ötlet, hogy ilyen vegán sütikkel kezd foglalkozni, és ezeket kezd úgymond árulni, mert gondolom ezzel foglalkozol akkor, és hogy mi vezetett téged erre, hogy ezt elkezd? Hát ennek csak a hobbim, de ugye én nagyon élszájú vagyok, meg az is voltam mindig, és amikor így ugye feljegyzettem ez a vegánság fele való nyitottság, akkor így belegondoltam, hogy de ez akkor az édességnél is működik, tehát így teljes tojás nélkül elkészíteni lehet egy süteményt, úgyhogy az tényleg finom legyen. És ugye, úgy voltam vele, hogyha már teljes tojásmentes, mert ugye vegán, akkor az egészségtudatból kifolyólag már belegondoltam, hogy akkor miért ne lehetne cukormentes is, és utána még tovább menve miért ne lehetne lisztmentes is. Szóval ezek azok a tényleg mindenmentes sütik, ami tej, tojás, liszt és cukormentesek, amik tényleg nagyon finomak szerintem, de ami mindjárt is megkóstolod, egy pár van vele. Másik, hogy ugye ezek nem csak mindenmentesek, hanem ezek tápláló sütemények is, mivel például a nyers vegán süteményben ugye rengeteg datóját és mandulát használok, amik számos egészségügyi előnyei vannak. Úgyhogy innen jött, hogy kísérletezgettem. Tényleg sok kísérlet volt, tehát emlékszem a legelső mindenmentes sütim az ilyen zabos, csiamagos, eperes valami volt, de az borzalmas volt, tehát hogy tényleg nagyon rossz volt, és így... De amúgy van egy ilyen répatortája, amit levágom ezt a képet valahova, az nekem annyira tetszik, szóval... Az már finom lett. Az már finom lett, de azt majd rendelök tőle. Jó, oké. Az húsvétre készült egyébként, de az már tényleg nagyon jó lett. Mert egyébként én minden receptet, amit mondjuk keresek, nézek, megcsinálok, azt én egy kicsit mindig átírom. Tehát vagy valamit valamivel helyettesítek, vagy tehát cukorból, ami mondjuk cukros sütemény, az ott mindenképpen kevesebbet rakok bele. Tehát én szerintem a receptek mindig túl vannak cukrozva, úgymond, úgyhogy azt mindig csökkentem. És a kóstolás előtt meg szeretném tőled kérdezni, hogy milyen típusú vegán sütiket készítesz te? Hát készítek nyers vegán sütiket, ami ugye sütésmentes, sülkezelésmentes, az alapjáraton nincs benne tej, tojás, liszt és cukor, mivel annak tényleg ott, ami dominál, az a mandula, a datoja, a kókuszkrém, ilyen dolgok, amik abszolút nyersen kerülnek a sütibe, mégis ugye hát nagyon finomak és táplálóak. Akkor vannak klasszikus vegán sütemények, amikben tej meg tojás nincs, de mondjuk lisztet és cukrot tartalmaz, de hozzáteszem, én cukorból kizárólag barna cukrot használok. Valamint ezek a klasszikus vegán sütemények kell elkészíteni cukormentesen is, vagy még akár gluténmentesen is. És a lisztek, amiket szoktam használni, hogy helyettesíteni, van a sima búzalisztem, zablisztem, gluténmentes lisztem, vagy kókuszliszt, rizsliszt, mandulaliszt, ugye az egyik legszebb mandulalisztes lesz. De egyébként az a kedvencem, annak egy ilyen különleges... És ezt akartam kérdezni, melyik a kedvenc lisztad, ami úgy olyan különleges ízt ad a kalácsoknak. Igen, az a mandula liszt azért, mert olyan kicsit olyan ragacsos, omlós állagot is ad az egésznek, meg ugye a mandulának az a
kicsit olyan pörkölt íze miatt is nagyon-nagyon finom tud lenni. És ugye édesítésnek említettem, hogy a cukros süteményekben is csak barna cukrot használnak, ami az édesítést illeti, ott kókuszvirágcukrot szoktam még, vagy a fruktózt, stíviát is időnként, és vagy ugye szirupokat, vagy ugye a nyersvegánban datolja az, ami édesíti az egészet. Ugye a tájpótlás az ugye egyszerű, mert ugye ezek a növényi tejek, amiket házilag is lehet készíteni, kókusz, mandula, zabtáj például. És ugye a tojás helyettesítő, ami ugye nagyon sok süteménynek vagy ugye megemeli, igen, vagy a lényegen. Ugye, igen, nyersen szét. Hát azt a vegánok helyettesíthetik chia tojásnak, mondják, chia maggal, lánmaggal, banánnal például, csak mondjuk azt inkább a banános süteményekbe szoktam tenni, mert amely az van, így van, van egy karakteres íze, vagy almaszószal is akár szokták ezt helyettesíteni, úgyhogy én leginkább a chia tojást és az almaszószt szoktam használni, és hát persze ez is a kísérletezésen alapul. Igen, és gondolom nagyon sok gyakorlás kell ahhoz, hogy valaki mondjuk ilyen szép sütiket, mint Ágiát tudjon készíteni. Igen, kell gyakorlás. Mert igen. Elsőre szerintem lehet, hogy nem fog sikerülni, és akkor azt nem kell feladni, hanem inkább még próbálkozni, mert gondolom, igen, ahogy ő is elmondta, első alkalomra nem de egy díjnyertes alkotás sikerült készítenie, de szerintem kezdjük is a kóstolás, mert már a hasam eléggé várja, hogy megkóstoljam őket, úgyhogy vágjunk is bele. Szóval itt van az első féle süteményünk, amit megkérdeznék, hogy milyen fajta és mit található pontosan benne. Ez egy nyersvegán süti, igazából egy úgymond Twix-szelet, de inkább ilyen banános Twix, mert a banán dominál benne nagyon. És hát igazából nincs más benne, csak zabtáj, datolja, csoki, vegán csoki, és persze ugye banán, meg csiamag, és ennyiből áll az egész, tehát ez ilyen nagyon ilyen egészséges nasi, és talán még ilyen kis energiaszeletnek is mondható. Na, belekóstoltam, csak nem bírom szétszedni a csokit, mert ez ilyen fagyasztott, szóval ezt igen, igazából inkább nyáron ajánlod, gondolom. Igen, igen. Nyersvegán sütik inkább nyáron mennek, mert azok ilyen fagyasztott sütik, és jobban ilyen üdítőbbek, mint ezek a téli meleg sütemények, amiket sütni kell, mert ugye ezeket nem a sütésmentes. Nagyon tetszik, és hozzáfűzném, hogy van egy videóm, amit majd valahol egy ebbe is szúrok, amiben készítettem egy ilyen banános, zabos sütit, amit a lárnivel készítettem, és ott meg lehet sütni. Nekem ez arra hasonlít. Annyi, hogy én abban nem tettem csillamagot, de egyébként a banánnak fél ez a karakteres íze annyira kiérződik, hogy nekem arra hasonlít, tetszik. Finom. Szóval jó. És ez milyen lisztában, amit mondtál? Zab. Ez abszolút zabfehely, tehát sőt, én akkor tényleg teljesen nagyon olyan, mint amit én elkészítettem. Ízlik. Finom. Menjünk tovább. A következő sütünk egy muffin lenne, amit úgy szintén megkérdeznék, hogy mi van benne, miből készült, és a tudnivalókat róla. Igen. Ugye ez egy vegan muffin, fahéjas, fűszeres muffin, házi aszalcilva krémmel töltve, és a tetején is egy kis aszalcilvás ilyen vegán krém van rajta. Nem tudom, remélem eléggé kiérződik, hogy ilyen fűszerek is. Ezt a sütit karácsonyra nagyon ajánlom. Ez tényleg karácsonyra valami, nem tudom, meg lehet csinálni ilyen kis piros díszekkel, vagy valahogy is. Ez nagyon. Tényleg nekem, ahogy bevettem a számba, hogy eszembe jutott a karácsony. Szóval nagyon kicsit olyan melegebb. Igen. Ehhez tartalmaz, na ez például egy klasszikus vegán sütemény, mivel ez tartalmaz lisztet és barna cukrot is. Tehát ugye tejet és tojást nem, de lisztet és barna cukrot igen. Finom. Ez is ízlik. Szóval eddig kettőből kettő. És a végén majd pontozom őket. A harmadik sütünk ilyen, ha jól érzem, almás valamilyen kis süti, úgyhogy erről is kérlek, mesélj nekünk egy kicsit, hogy mi található meg benne, és ja, milyen. Ez egy francia almáspite, és a tészta és az almarétek között egy ilyen marcipános mandulakrém van. Ez is hagyományos vegán sütemény, tehát ez is tartalmaz lisztet és barna cukrot. Igazából szerintem ennyi, amit tudni kell róla, de... Nekem nagyon tetszik a tészta. A tészta, igen. Kicsit lézeres.
Állag. Nagyon jó. Uh-huh. Finom. Ezt ajánlom mindenkinek, szerintem minden eseményre, minden évszakban. Frissítő is, hogyha nyáron mondom, hűtőszekrényemet áruljátok, szóval... Igen, igen. Ilyen nagyon kis egyszerű, laza vendégváros ütemény. Vasárnapi ebéd utára. Tökéletes példa. A következő kis sütink az nagyon hasonlít nekem a télapónak a sütére egyébként. És amikor rögtön megláttam, ez jutott eszembe, hogy mint a filmnek, amikor a télapónak kikészítik a gyerekek. Igen. A süteményt, és akkor... Ez valamiért ez ugrott be róla, de azért mondd el, hogy gondolom nem télapos ítéről van szó, szóval hogy mit találhatod benne és milyen az ízvilága. Hát igen, hát a télapa esztene elég sovány télapó lenne, mivel ez például egy mindenmentes sütemény, szóval ez sült mindenmentes, mivel ugye nincs benne tejtojás, mivel vegan, a liszt az mandulalisztel készült, házi készítési mandulalisztel, és abszolút nem tartalmaz cukrot, tehát a vegán csoki, ami benne van, csoki darabok, azok adják meg igazából az édességét az egésznek. Innék még ebből. Finom. Ez is jó. Az állag olyan mandulaliszt, olyan puha ragacsos. Puha, nagyon olyan. Még én magamnak ajánlom, mivel a fogszabályzóval elég nehezen tudok bármit is enni, úgyhogy tényleg nagyon finom. Ja, és egyébként ugye az is még így megifette az egészet, amit mi kihagytunk, hogy ugye manapság nagyon sok a laktózérzékeny, tejérzékeny, a gluténérzékeny, cukorbeteg, tényleg ami a körünkben is nagyon-nagyon sok ember van mostanában, ami kicsit ilyen elszomorító egyébként, és hogy nekik se kell igazából nem mondani ezekről az édességekről és süteményekről, ez a bizonyíték arra, hogy igenis meg lehet csinálni úgy egy süteményt, hogy ezt mindenki tudja élvezni. És jön az utolsó, sajnos az utolsó, amit kóstolásra fogok, és erről is akkor még mondd el, hogy mi található benne és milyen. Ezt azért csináltam, mivel tudom, hogy edzesz, és hogy szereted a mogyoróvajat. És ez egy ilyen protein sütemény, vegán vaníliás proteines, az úgymond piskótája, ami szintén mindenmentes, mert nem tartalmaz cukrot, lisztet, tejet és tojást sem. A liszt az zabliszt, tehát abszolút zabhely az egész piskótája. Az édességét a vegán proteinben levő édesítőagya, tehát a protein is maga cukormentes. A csokis krém az pedig úgy nevezik ezt, hogy a világ legegészségesebb csoki krémje, mivel nem más, mint datolja, kakaópor és mogyoróvaj, tehát hogy az is szinte úgymond mindenmentes és tápláló dolog. Jó, hogy megeszem. Finom. Nagyon örömmel így. És ugye az ízeket is mindig ugye évszak szerint lehet elkészíteni, úgymond, mert most nem fogok mondjuk egy mézes kalácsot nyáron csinálni, vagy egy epres tortát télen, tehát októberben be fognak jönni a sütőtökös dolgok, sütőtökös pite, sütőtökös muffin, minden ilyesmi. Úgyhogy most a szeptember kicsit erről a fahéjjel, a salmás, szilvás történet volt. Októbertől meg majd jönnek a sütőtökös dolgok. Na, én megettem. és most azt szeretném kérdezni még így a videónak a végére, mielőtt pontoznék, hogy ezek a sütik meddig állnak el körülbelül, szóval mit tudsz mondani a nézőknek, hogyha ilyet vásárolnak vagy készítenek, akkor mégis meddig tudják tárolni? Hát a nyersülen sütik azok tovább elállnak, mivel ugye az fagyon van, és ugye hát... Az első. Igen, a legelső, amit ugye nem kell sütni. Azok hát... Talán egy hónapot is elállnak a mélyhűtőben. Hát mindegyik süteményt érdemes egyébként hűtőben tárolni, de talán a muffin az, amit legelőbb meg kellene enni, azt ugyan 3-4 napot mondanék rá, azért mert akkor már nem romlik meg, de az állaga megváltozik. El fog fogyni, igen. Akkor igazából nem tudom, szerintem az összes sütemény körülbelül ilyen 5 napon belül elfogyasztandó, már csak az állag miatt, de ha belegondolunk, nincs benne minek megromolnia. Uh-huh. Mert nincs benne se tej, se tojás, mert egy sütemény általában akkor romlik meg, hogyha tojás, így van, így van. Úgyhogy lényegében ezek eltartatók. Csak igazából a lényeg az, hogy frissen együk, mert akkor jön ki az íz. Igen, akkor a legjobb az állaga is, de ez... Mindig is mindennel így volt. Egy bolti, bármit is, ha felbontasz, az is ugye pár napon, vagy akár egy keksz, hogyha felbontod, másnap. Az semmi napon, akik tárolni. Szóval most így a videó végén pontoznám a sütiket.
nem is pontozni, hát nem tudom, pontozni, de akkor mindre amúgy szerintem 5 pontot adnék, mert igazából mind ízlete, hanem úgy nézem, hogy 2-5 fajta sütő van. Igen. Ugye? Szóval akkor ilyen rangsort csinálok inkább. Hát jó, legyen ez a nyersorgán a 5. helyen. A 4. helyen szerintem, vagyis számomra az almás talán. Igen. 3. helyen ez a kis keksz, ami a Mikulás sütére hasonlít. A 2. helyen, amit most kóstoltam utoljára, ez a brownie kinézetű csokis, proteines, igen, kis süti. És az 1. helyen a nagy kedvencem, ami a muffin, nekem az nagyon ízlik, szóval ha tehetitek, ezt próbáljátok ki, vagy rendeljetek, vagy nem tudom, de az annyira finom. Szerintem azért, amikor mondta, hogy az 2-3 napig áll, akkor azért mondtam, hogy az el fog fogyni, mert kaptam el a 3-4-et, és az biztos, hogy el fog fogyni. Lehet, hogy még ma. Talán. De tényleg nagyon ízlik. Igazából most a rangsolt ezt nem azért mondtam, hogy az 5. helyen álló nem finom, hanem azért, mert személy szerint számomra így jönnek legjobban az ízek a számra. És ja, szóval igazából mind finom. Úgyhogy tehetitek, próbáljátok ki őket. Szóval ennyi lesz volna ez a videó, én nagyon-nagyon remélem, hogy tetszett nektek. Ha tetszett, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot a videóra, és iratkozzatok fel a csatornámra. Nos, azt ne felejtsük el, hogy mindenképp Ági Instáját nézzétek meg, és ott tudtok még kutakodni az ilyen vegán sütik iránt, és megnézhetitek, hogy mennyi fajta van még, amit ő készített. És nagyon alakban akkor ennyi is lenne a videó. Remélem, hogy élveztétek. Találkozunk a következő videóban is, neked pedig köszönöm, hogy eljöttél és hoztál nekem ennyiféle finomságot. Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és köszönöm a lehetőséget. Szóval ennyi. Sziasztok!